Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket. Mentők napja. Bemutatkoztak a hétköznapok hősei a hétvégén. Üldöttgyűlés. A jubiláló tagokat és segítőket köszöntötték az ipartestület rendezvényén. Lezárult a zenés évad. Művészeti nívódíjakat is kiosztottak a Soproni Petőfi Színházban. Június 4-a Nemzeti Összetartozás napja. 1920-ban ezen a napon írták alá a Versailles melletti kastélyban hazánk szétszakítását elrendelő nyilatkozatot. Az első világháborút lezáró békediktátummal Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. Ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű 20 milliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres 7 millió lakosszámláló kisállammá vált. A hazájuktól elszakított magyarokat az összetartozásba vetett hit tartotta meg évtizedeken keresztül, és ez megmaradásuk legerősebb motorja ma is, mondta Pótápi Árpád János, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár hétfőn Budapesten. A törvény értelmében immáron 8 éve ezen a napon a Nemzeti Összetartozás napját nem csak a veszteségekre tekintünk, hanem arra, ami megmaradt, amire ma is tudunk építeni, és amire büszkék is lehetünk. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából városunkban tartott megemlékezésekről keddi híradónkban számolunk be. Idén 70 éves az Országos Mentőszolgálat és 20 éves az Együtt az Életért Sopronért Mentő Alapítvány. A jubileumot nagyszabású programmal ünnepelték a Városi Stadionban szombaton. A rendezvényt mentési bemutató, gyermekprogramok és színpadi előadások színesítették. A beteg mellé mi az, amiket viszünk? Tehát úgynevezett táska, amiben a légútbiztosítás eszközei, amelyik az infúzió kell. Az életmentő akciókhoz szükséges kellékeket ismertette az egyik mentőorvos a résztvevőkkel. Az érdeklődők a mentőautók belterét is megtekinthették, valamint az életmentő elsősegélynyújtás alapjait is elsajátíthatták. A tavalyi évben a megyében több mint 40 ezer esetet láttak el a bajtársak, eközben közel 1,5 millió kilométert tettek meg, derült ki az eseményen. A tavalyi fejlesztésekről és az idei eszközök bővítéséről is beszámoltak. Tavaly évben kormányzati forrásból 193 új esetrohamkocsit vásároltunk, és cseréltük le a teljes ilyen gépjárműparkunkat. Idén pedig újabb 117 autót vehetünk, ennek a gyártása már el is indult. Tavaly évben több mint 3 milliárd forintot kaptunk kis és nagy értékű eszközök cseréjére, a tenderek kiírásra kerültek, tehát hónapokon belül érkeznek az új mentéstechnikai eszközünk. Ezzel gyakorlatilag az utolsó vércukormérőn keresztül a szofisztikált defibrillátorokig megújul minden a mentőszolgálaton belül. Az első rohamkocsi magyar fejlesztés volt, mutatott rá beszédében Barca Attila, Soproni térsége országgyűlési képviselője, aki arról beszélt, van mire büszkének lenni, hiszen a magyar nép már a monarchia idején kivette részét az innovációból. Van mire büszkének lennünk az elmúlt 70 év teljesítménye alapján is, hiszen a szervezeti kultúra, az elhivatottság, az áldozatvállalás, a hazai mentőszolgálat elmúlt évtizedeit és jelenét is jellemzi, és ez önmagában tiszteletet parancsol. Az önkormányzat nevében dr. Fodor Tamás polgármester jutalmazta a soproni mentőállomás dolgozóit. A polgármester elmondta, köszönet illeti azokat, akik a lakosok biztonságáért tesznek nap mint nap. Idén 80 vehettek át szakmai elismerést. A mentőszolgálat egy országos feladat, de az országos feladat mellett nyilvánvalóan a városok is tudnak segíteni a mentőszolgálatnak, hogy az az ellátás, amit itt a soproniak tapasztalnak, az még zöggenőmentesebb legyen. A mentők napján kirakadóvásárral és mentőformájú tortával színesítették a programot. A Soproni és Vidéke Ipartestület küldöttgyűlést tartott a Pannonhémet Hotelben pénteken. Az eseményen az ünnepélyes pillanatok kerültek a középpontba. A jubiláló tagokat és segítőket köszöntötték, aranykoszorús okleveleket osztottak ki. Ennek szellemében a Soproni és Vidéke Ipartestület díszoklevéllel ismert el Firtő Mátyás, Soproni és térsége korábbi országgyűlési képviselőjének munkáját is. Károlyi Gyula, a Soproni és Vidéke Ipartestület elnöke a 2017-es esztendő legfontosabb mozdanatairól, valamint az iparosság előtt álló kihívásokról is beszélt. A küldöttgyűlésen jelen volt dr. Farkas Ciprián tanácsnok, országgyűlési képviselői munkatárs, és Barca Attila Soproni és térsége országgyűlési képviselője is. Én azt gondolom, hogy nagy tisztelet és megbecsülés jár a soproni vállalkozóknak azért,
hogy nehezített körülmények között, gondolok itt Ausztria munkaerő elszívó hatására, illetve Ausztria szempontjából a béreknek a fokozódó terhére, ami az itteni vállalkozásokra ró, hogy mégis itt a városban és a térségben végzik ezt a tevékenységet, és kitartanak emellett. Lezárta a 2017-2018-as évadot a Soproni Petőfi Színház. Az eseményen kiosztották az évadban alapított Honda Kúdó művészeti nívódíjat. A kitüntetést a közönség szavazatai alapján Savanyú Gergely színművész és Szalai Dóra táncművész kapta. A rendezvényen a teátrum elismeréseit, valamint az örökös tagságokat is átadták. Kivételesen a színészek, táncművészek és színházi dolgozók foglalták el a nézőteret hétfőn a Soproni Petőfi Színházban. Az eseményen lezárásra került a zenés évad Városunk Teátrumában. A vezetőség szerint a tematikus évadok a kezdetek óta sikeresek. Nagyon fontos, hogy minden tematikus évadunk, amely kitűz maga elé valamilyen fajta jelmondatot, ugyanazzal a szándékkal és rendszerrel építse fel az évad tartalmát, mint amivel a kezdeteknél is már rendelkeztünk szándékkal, legalábbis nevezetesen, hogy minden műfajban, minden korosztálynak nyújtsunk olyan fajta színházi ajánlatot, lehetőséget, amire valószínűleg ugye rá tud kapcsolódni a Sopronban és környékén lakó polgárság. Mert ami eddig volt, az nem lesz úgy, és másképp megtalál. Többek között a Hippolyta lakány nagy sikerű produkció is a nagy közönség elé került az elmúlt évadban. Az előadás elnyerte a soproni közönség tetszését. Az Ármány és Szerelem című rockzenés játékot is láthatta a közönség, amely ebben a formában Sárdi Barbara szövegkönyvével még nem állt színpadra. Az előadás zenéjét Papp Gyula szerezte, a zenei szöveg pedig Demjén Ferenc munkája. Az évad összes darabjában valamilyen módon megtalálható a zene. A zenés évadban sem egy adott műfaj határozta meg a munkánkat, hanem a műfaji sokszínűség mentén válogattuk össze a repertoárt, és lett ez nagyon-nagyon sokszínű. Óriási fegyvertény, hogy az elmúlt évadban minden egyes előadás zenés volt, ami a bérletrendszert, a nagyszínházi bérletrendszert illeti, és minden egyes előadás élő zenével ment. Ezt valószínűleg azért szélesen hazában is megirigyelhetnék, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt a feladatot teljes mértékben be tudtuk teljesíteni. A nézőszámaink, a bevételeink egyébként minden tekintetben jobbak, mint a korábbi években. A Soproni Petőfi Színház egy Honda Kúdó művészeti nívódíjat alapított, amelyet a kereskedelmi vállalat támogat. Az elismerést a közönség szavazatai alapján egy színművész és egy táncművész kaphatja meg. A díjat Savanyú Gergely színész és Szalai Dóra táncos vehette át. A hagyományokhoz híven az eseményen a Petőfi Színház díjait és az örökös tagságokat is átadták. Bemutatta vadászkutyáit a nagy közönségnek a Tanományi Erdőgazdaság. A Károly Magaslati Látogatóközpont már rendezett hétvégi családi program célja volt, hogy pozitív irányba formálja az emberek szemléletét a vadászattal kapcsolatban. Mélyen ülő, fekete mandulra vágású kicsi szemek. Egy fox terrier bírálását is bemutatták a Tanulmányi Erdőgazdaság vadászkutyás programján szombaton a Soproni Parkerdőben. Sopron és környéke nagy vadas terület, ezért itt leginkább terriereket, vérebeket és vizslákat alkalmaznak vadászatra. A Tanulmányi Erdőgazdaságnál sok munkatárs tart vadászkutyát, ami azt jelzi, hogy komolyan veszik a szakma erészét is. Az ezzel a célunk, hogy egy kicsit az emberek szemléletét próbáljuk formálni egy picit pozitívabb irányba, hiszen azért, ha arról van szó, hogy vadászat, leginkább az átlag embernek nem az jut eszébe, hogy a vadászok mennyire kutyabarátok, és hogy milyen sok mindent megtesznek például a saját kutyáikért. Úgyhogy én ezért is gondoltam fontosnak ezt a mai programot, hogy mutassuk azt be, hogy igenis van egy ilyen oldala a szakmánknak, és talán az egyik legfontosabb oldala is. És hát így is vagyunk a leghitelesebbek, és ezért is kértem meg már a kollégákat, hogy mindenki a saját kutyáját hozza el és mutassa be, hiszen talán így a legérdekesebb. A rendezvényen kutyatartással, tenyésztéssel, kiállításokkal kapcsolatos tanácsokat is kaptak az állatbarátok. Nem csak a négylábúak bizonyíthatták rátermettségüket, a vadászkutyák mellett vadászmadár bemutató is szerepelt a programban. Idén is nagy érdeklődés kísérte már hagyományosnak számító Tómalmi nyárköszöntő családi napot. A szervezők a gyerekekre és a felnőttekre is gondoltak. A legkisebbeket ugrálóvár és felfújt focipálya mellett arcfestés várta, a felnőtteket pedig a Juventus fúvószenekar, a Soproni Mazsolett csoport, a Pendelyes Néptánc Együttes és a Repeta Együttes szórakoztatta. A szezonnyitó bulinak is nevezhető rendezvény egyik fő eseménye a pörköltfőző verseny,
amelyre idén 15 csapat jelentkezett. Az ételeket szakértő zsűri bírálta el. A versenyt a Szomszédok csapata nyerte, a második helyen a Tóma Mi Michelinek végeztek, míg a dobogó harmadik fokára a média csapat állhatott fel. A külön díjat a Prokultúra csapata vehette át. A nyárköszöntő családi napot minden évben a Tómalom János telep Sopronkőhida településrészi önkormányzata szervezi. A rendezvényen részt vett dr. Simon István alpolgármester, a településrészi önkormányzat elnöke is. Apák és fiúk futballozhattak együtt a 17. Izomláz kupán szombaton Sopronban. A hagyományos nyárindító tornát az Izomláz SE csapata szervezte, akik két együttessel is képviseltették magukat. Szépen kialakított helyzeteket láthattak az érdeklődők a 17. Izomláz kupán. Az amatőr nemzetközi tornán régi és új ellenfelek küzdhettek egymással. Két szlovák gárda mellett a tököli öreg fiúk és az Izomláz SE két csapata nézett egymással farkas szemet. A megmérettetés azonban végig baráti hangulatban telt. A korosztályi különbségek ellenére mindenki jól érezhette magát, árulta el Grubics József, a torna szervezője. Ez családi baráti találkozó, itt játszik, apa, fia játszik. Itt mindenki, aki él és mozog, 60 évesek vagyunk, 64 évesek, van köztünk 16 éves, aki még a jövő nemzedéke. A nagy meleget legjobban a szlovák derbi együttese bírta, ők szerezték meg az első helyet. Másodikként az Izomláz első számú csapata zárt, harmadik helyen a tököli öreg fiúk, negyedik helyen a sárga rigó, majd az Izomláz kettő végzett. A legjobbak serlegekkel, egyéni díjakkal gazdagodhattak. A torna végén a szervezők egy tányér gulyással fogadták a résztvevőket. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik, amelynek vendége Bolla Balázs, a Soproni Lővérvadászkörtösök elnöke lesz. Utána Hajrá Sopron című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Kedden a napos időt ismét gomoly felhők zavarhatják meg, lokális záporok, esetleg zivatarok előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul majd. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.